Újra várják a sportolni vágyókat az edzőtermek, mozgásstúdiók nagy része. Ugyanis hazánkban a beoltottak száma elérte a 4 milliót, így szigorú szabályozások és folyamatos fertőtlenítések mellett ismét kinyithattak országszerte, többek között az edzőtermek is. Az elmúlt egy évet nagyon megsínlették, hiszen az év nagy részében zárva voltak, könnyebbséget a kormány rendeletben törölt bérleti díjak jelentették, mely a túlélést is segítette, illetve a szerencsésebb személyi edzőknek volt más munkahelyük is. Szigorított helyzetre való tekintettel, ugye mi is, amit tudunk, az a fertőtlenítés, felmosunk, a súlyzókat mindig áttöröljük. Van kint nagyon sok légfertőtlenítő, készfertőtlenítő, felületfertőtlenítő, tehát mindenféle törlőkendők vannak kint. Én a maszkot nem szoktam kérni, aki fölveszi, fölveszi, aki nem, nem. Mondjuk szerintem maszkban nem is nagyon lehet edzeni. Ezen felül ilyen gumikesztyű, meg más nem szoktunk, hiszen nem vagyunk annyian itt. Tehát olyan, ez egy személyi edzés, itt általában egy, max. Két ember van, lenne egy időben velem együtt. Hosszú idő után újra zajlik az edzés ebben a szekszárdi konditeremben is. Azonban a jelenlegi kormányrendelet értelmében csak azok az emberek látogathatják, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alatti fiatalok. Emiatt azonban lényegesen kevesebben veszik igénybe ezt a szolgáltatást, mondja a hely tulajdonosa. Remélem minden rendben lesz, remélem mindenki is tudok jönni vissza edzeni, mint régen volt, de az még kell idő. Mindenképpen. Müller Zsófia, személyi edző azt mondja, a szabályozások ellenére nagyon örülnek annak, hogy fogadhatnak vendégeket. Abszolút nagyon jó érzés, már nagyon régóta vártuk, hogy kinyithassunk. November óta azért elég sok idő eltelt, és azóta rengeteg vendégtől kaptunk képet, üzenetet, hogy mennyire várják, hogy jöhessenek edzeni, hogy újra otthonossá váljon ez a terem, úgyhogy abszolút nagyon jó érzés, hogy újra nyithatunk. Versenysportolók tudták csak igénybe venni eddig a termet. Én abszolút az online térre álltam rá, és ott tartottam edzéseket. Volt, akinek személyedzés, volt, akinek csoportos edzés. Nyilván sokkal nehezebb volt online megtartani ezeket, de azt gondolom, hogy azért helyt tudtunk állni ebbe az időszakban is. Mindenki tudja a helyzetnek a súlyosságát, és csak az jön, akinek van papírja. Abszolút minden nap szoktunk takarítani, és szellőztetünk, figyelünk arra, hogy a vendégeknek is a jó kedve, és azért, amiért ők jönnek ebbe a terembe, azt abszolút meg tudjuk nekik adni, úgyhogy tényleg minden nap fertőtlenítünk, és tisztasággal várjuk őket. Összesen 20 ember lehet most bent a teremben egyszerre. Próbálunk arra is figyelni, ugye nyilván mi Hamuzával személyedzéseket is tartunk, hogy a vendég és az edző között azért egy bő másfél méter legyen köztünk. A terem az picit kisebb, mint egy átlagos, viszont kint is tudunk edzeni, úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket is be tudjuk tartani. A kormány következő kitűzött célja az 5 millió beoltott, ami után többek között a családi rendezvényekre, például esküvőkre vonatkozó korlátozásokat is fel fogják oldani.